bár februárban még arról értesítették Galla Miklóst, hogy idén ő kapja a kiemelkedő humoristáknak járó Karinti gyűrűt. Néhány nappal ezelőtt viszont már azt közölték az abszurd humor egyik legismertebb alakjával, hogy közelmúltbeli tevékenysége nem összeegyeztethető a díj értékrendjével. A stúdióban Galla Miklós. Mi már régóta ismerjük egymást, hogy tegeződni fogunk a nézők engedélyével és engedelmével. Furcsa hírek, csak sejtetett, aztán megfogalmazott vádak jelennek meg rólad a sajtóban az elmúlt napokban. Miközben egy-két pályatársad, gondolok például Kőhalmi Zoltánra, megvédett téged. Hogyan vagy ebben a helyzetben? Jól, teljesen jól. Nyugodtan. Élem az életem, dolgozom. Na jó, akkor nézzük. Először a politikai elkötelezettséged lett volna a vélt indok. Vélt indok. Mi szerint is te kiálltál volna, vagy beálltál volna? Beálltam Karácsony Gergely mögé. Beálltam. Nem álltam be. Teljes fikció. Csak ez volt az oka annak, hogy a Karinti gyűrűt sajnos visszavonták. Ez volt az oka? Ezt veled közölte valaki, hogy ez az indok? Azt közölte velem valaki, hogy az MTVA-ban ez a hír terjed. Ez az ezért vonják vissza tőled a gyűrűt? Mert időben egybeesett, tehát nem lehetett másra gondolni, mert pont akkor hallottam ezt az álhírt, amikor jött az e-mail, hogy visszavonják a Karinti gyűrűmet. Amelyről kaptál februárban már értesítést. Februárban értesített az MTVA, hogy idén én kapom. Azt elmondták, hogy miért kapod? Nem, de hát azt nem kellett, 40 év munkája van mögött. És azt elmondták, hogy miért nem kapod? Hogy a tevékenységem nem összeegyeztethető ennyi. Az MTVA. Melyik tevékenységed? A politikai, ami ezek hát szerint neked nincs? Nincs. Tehát ez a sors legnagyobb iróniája, hogy én, aki soha életemben nem politizáltam, se színpadon, se interjúban, se nyilvánosan, én politikai jogból nem kapom meg a Karinti gyűrűt. Na várj, van itt egy másik indok. Hogy fogalmazza, kétségtelenül viszonylag gátlások nélkül meglévő színpadi exhibicionizmusod. Igen. Eléggé távolságtartóan fogalmaztam. Nagyon jól fogalmaztál. Te nyilván úgy hiszed, hogy minden eleme művészet. Mások meg jelenleg szerint azt gondolják, hogy ez megkérdőjelezhető. Lehet ez az indok? De ez egy héttel később jött, mint az előző. Tehát mikor kiderült, hogy nem csatlakoztam Gergőnek a mozgalmához, utána egy héttel jött ez az indok, amit te mondasz, de erre is tudok válaszolni. A művészetnek része a mesztelenség. A Katona József Színházban volt mesztelen színész a színpadon. A Krétakör Színházban 20 mesztelen férfi volt a színpadon. John Lennonnak és Yoko Onónak van egy közös nagylemeze, amin mind a ketten szemben a fényképezőgéppel teljesen mesztelenek. Ezen a rendezvényen, amin én fölléptem... Ez a Kretén Színház produkciója is, volt a Fészeklubban, ha jól sejtem. Ez mikor volt? Május végén. De csak azért kérdezem, mert a Kretén Színház Társulata most vasárnap reggelre megvilágosodott, és egy közös közlemény. Meg, hát egy három hétig határolódtak el. Szóval a rendezvényen ott volt egy fotóművész nő. Én pedig, mint előadó művész pózoltam a színpadon. Ő lefotózott. Tehát kettőnk együttműködéséből létrejött az, amit úgy hívnak, hogy művészi testábrázolás. Ezt a saját kollégáid miért kérdőjelezik most? Azt nem tudom. Mert hogy ez ugye egy elég fontos érvelet szemben, amikor a saját kollégáid azt mondják, hogy hát... De azok nem az én kollégáim, csak kedves haverjaim. Hát de együtt léptetek fel? Együtt léptünk föl, hát az ember színházba lép föl olyannal is, aki nem a barátja. De szóval kollégája lehetne. De kollégája attól. Kolléga, igen, mi a kérdés? Azt, hogy ők miért határolódnak most el vajon tőled, ha egyébként művészetnek tekintették akkor este még a produkciódat? Ők nem látták, tehát ők a függöny mögött voltak, én meg a függöny előtt. Akkor még inkább érdekes kérdése most szerintem miért? Szerintem ne ezzel.
Jó, húzzuk akkor a drága időt. Te nyilván azt gondolod, hogy az elmúlt 40 év alapján megérdemled a karinti gyűrűt. Mások is így gondolták februárban. Igen. Egy egészen elképesztő névsorhoz csatlakoztál volna. Hoffitól, Sas Józsefig, Moldovai Györgytől, Kern Andrásig, Nagybandó, Fábri, hosszan sorolható, Bödöcs és így tovább. Úgy van. Ezt most elveszik tőled. Elvették, de szóval annyit hadd mondjak el, hogy Michelangelo Dávid szobra is művészi testábrázolás. Tehát a művészetnek része a meztelenség. De lehet, hogy egyeseket én túlzottan meghökkentettem ezzel a produkciómmal, úgyhogy szeretnék elnézést kérni, megbántam. És arra kérem a kuratóriumot, hogy fogadják el az én bocsánatkérésemet, és 24-én az eredetileg is tervezett időpontban ide a hamvas kis praclimra húzzuk föl azt a karinti gyűrűt, ide való, tehát a 2021-es karinti gyűrű az az enyém, az enyém. Ezzel most egyúttal azt is mondod, hogy több ilyen mesztelenkedés nem lesz? Nem lesz. Meg azt is mondod, hogy elismered, hogy igazuk lehet? Nem, azt nem ismerem. Tehát valamiért elnézést kértél tőlük is? Azért kértem elnézést, hogyha túlzottan megbotránkoztatott esetleg ez valakit. Azért kértem. Nagyon fontos lenne ez a gyűrű? Fontos, fontos. Minden elismerés, díj igenis fontos. Akkor de mi? Majd kapok. Nyugi. De ugye azzal kezdted, hogy te jól vagy. Jól vagyok. De közben meg mutatod a kezed. Így áll nyugodtan. Ugyanazt a kezed mutatod, hogy oda kéred a gyűrűt. Kérem. Akkor azért ez hiányzik. Persze. Ez most nyilván nem egy könyv. 5 hónapig abban a hitben éltem, hogy én megkapom a karinti gyűrűt. Persze, hogy hiányzik. És úgy gondolod, hogy émesztelen fellépésért nem kapod? Hát dehogy is, ez ürügy, Egód, ürügy. Ha nem vagy Karácsony Gergely támogatója, akkor... De az igazi ok, ez csak egy később előrángatott. De most mondod, hogy nem vagy Karácsony Gergely nyilvános támogatója. Egyébként hova szavazol, az a magánügyed. Persze, de akik azt hitték, hogy én Gergő mögé beálltam, azok később tudták meg, mint én, hogy nem álltam be. Egy ideig eltartott, amíg ezt nyilvánosságra hoztam. Ha jól foglalom össze, akkor most, ha a meztelenség túlzás volt, azért elnézést kérsz, és mikor nem vagy Karácsony Gergely támogatója, azt kéred, hogy mégis kapd meg a gyűrűt. Így van. Hát kérem ide a karinti gyűrűmet, kérem ide. Ide kérem, a bal középső ujjamat lemérték februárban, hogy az ékszerész meg tudja csinálni a karint. Hát az akkor szegény más kezére úgy se jó. Most mi lesz, Egon? Az ékszerész kidolgozta a lelkét a karinti gyűrűn. Na csak az ékszerész kedvéért. Hát ez már az abszurd humor része, aminek viszont Galla Miklós valóban nagymestere, meztelenség nélkül is hozzáteszem. Köszönöm szépen. Én köszönöm.